Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk ismét, folytatjuk a bevezetés a programozásba tárgyat, és pedig a számológéppel, ugyanis ugye szombaton elkezdtük csinálgatni, de hát rettenetes, rettenetes, amilyen állapotban van. Most megpróbálunk egy olyan pontra eljutni, olyan szintre eljutni, hogy valamelyest működjön, legalábbis amennyire csak lehet. Úgyhogy tulajdonképpen a mai adás végére, ha minden igaz, lesz egy valamilyen szinten jól működő számológépünk, amit aztán majd a jövő héten tovább finomítunk, de egyelőre valahogy működjön. Ez most a cél. Ugye látjuk azt, csak egy pici felvezetésnek, mert mindjárt lesz pár dia is, hogy itt ugye hívjuk az expression függvényt, ami kiértékeli nekünk azt a kifejezést, amit beírtunk, és akkor itt szépen jövünk az expressionbe, megnézzük a bal értéket, ha az egy term, akkor lekezeljük, egyébként meg ugye veszük a következő tokent, és megnézzük, hogy aznak a tokennek mi a típusa egészen pontosan. Hogyha összeadás, akkor nyilván összeadunk, ha kivonás, akkor kivonunk, de hát mit? Ugye a bal értékből a jobb értéket, ami ugye egy term, ugye a szabályaink szerint annak egy termnek kell lenni. Így hát, mivel hogy az egy term, ezért át fogjuk dobni a term függvénynek, hogy foglalkozzon vele ő. Jó? Ez egy fontos dolog, ilyen tervezési, tehát programtervezési dolog. Egy függvény egy dolgot csináljon. Jó, és akkor itt átdobtuk a termnek. Szuper, ezzel rendben vagyunk. És itt ugye megint megnézzük, hogy a bal érték az egy primary-e. Ha primary, akkor ugye átdobjuk a primary-nek, egyébként meg ugye a bal értékhez megint akkor szorozzuk vagy osztjuk, attól függően, hogy a tokennek mi a típusa, tehát hogy szorzás vagy osztás. És ugye, hogy primary, akkor megint megnézzük, hogy ott mi van. Ugye primary-be azt mondtuk, hogy vagy egy szám van, ugye ez a magic konstansos kész 8, vagy pedig zárójel, és ugye a zárójelbe pedig mindig expression van, tehát valamilyen kifejezésnek kell lenni, ezért azt átdobjuk az expression függvénynek. Na most, hogyha belegondoltok, rögtön látjátok, hogy itt akkor így úgymond megyünk körbe-körbe valamelyest. Igazából ez még így nem tökéletes, van itt még gond, amit ma meg fogunk javítani, de látjátok, hogy ezt így valahol a mélyén egy ilyen, tehát egymást hívják úgymond a függvények. Tehát ugye hívjuk kint a mainben az expression hívja a termet, a term hívja a primary megint hívja az expression-t, ami ha kell, megint hívja a termet, megint hívja a primary-t, és így tovább. Na most nyilván ezt igazából így egyszerűen így lehet megoldani, de ami itt most nekünk a lényeg és a fontos, hogy ezt ilyen rekurzív függvényhívásnak hívjuk, ilyen többszörös, többszintű rekurziónak. Igazából a sima, tiszta rekurzió az az lesz, amikor majd egy függvény önmagát hívja, de ezt majd megnézzük később, amikor a bináris fa programot fogjuk csinálgatni, és azzal fogunk foglalkozni. Jó, rendben van. Amit ennek kapcsán szeretnénk mutatni, az ez a kis dia, ugyanis itt a szerző szépen fölrajzolja nekünk, hogy kikit hív. Ugye nyilván itt van nekünk ilyen bemenetünk, van kimenetünk, ugye ez a main kapcsán érdekes. Ugye a mainbe írunk ki, tehát ezt majd az eredményt fogjuk kiírni ugye a mainbe, illetve ott használjuk a scene-t, tehát amikor beolvasunk, illetve ezt a scene-t használja a getToken függvény is, ugye ha emlékeztek, akkor ott olvassuk be tulajdonképpen ezeket a karaktereket, és azokat tokenizáljuk, azokat alakítjuk át különböző logikai egységgé a mi kifejezésünkbe. És akkor egyébként meg ugye a mainbe itt hívjuk az expression-t, ami ugye értékeli ki a mi kifejezésünket, ami hívja a termet, a primary-t és az expression-t. Jó? És egészen addig, amíg a kifejezés végére nem érünk, tehát amíg van mit olvasni úgymond az inputról. Jó, és akkor itt van nekünk ugye ez a kis token osztályunk, vagy token típusunk, amiben ugye reprezentáljuk a kifejezésünk egyes logikai elemeit, illetve van egy error függvényünk, amivel hiba kezelünk, hogyha valami probléma van. Jó. Rendben van. Oké. Na és akkor ugye amit
néztünk is itt, hogy misztikus dolgok történnek, de ezt fölvillantom újra, mert ugye ez látszik, tehát itt lefordítjuk, és akkor itt futtatjuk a programot, és akkor itt írunk be ilyen 6 meg 39, kiírja, hogy 6, akkor 25-ször 9, itt akkor nem ír ki semmit, beírunk megint valamit, akkor se ír ki semmit. Mondjuk, ha beírunk valami olyat, amit nem ismer, akkor legalább kiírja, hogy bad token. Jó? Tehát ilyen misztikus dolgok történnek, nyilván, mert nincs kész a programunk. Jó? Ezekre a misztikus dolgokra számítsunk, amikor tényleg éles programot is majd írunk, meg majd ugye a pályafutásunk során folyamatosan, hiszen nyilván elsőre nagyon ritkán működik valami, és általában nem is szokott. Ha megy, akkor az gyanús. Jó, tehát akkor gyanakodjatok, hogy mi az, hogy ez hogy lehet. Jó, ez teljesen normális, tapasztalt programozók is nem az, hogy beleesnek a hibába, mert ez nem is hiba igazából. Ez a folyamat része, amikor programozunk, akkor ezek előfordulnak. Ha úgy tűnik, hogy működik, akkor teszteljünk. Nagyon fontos, a tesztelés az egy teljesen természetes része. Láttátok, én is itt írtam a programot, futtattam, kipróbáltam, hogy jó-e. Hát látjuk, hogy nem jó, úgyhogy folytatni kell a debugolást. És ezt fogjuk ma is csinálni, hogy debugolunk, illetve javítjuk a programot. Meg kell keresni, hogy miért nem működik a program. Jó? És általában másodjára sem lesz jó. De előbb-utóbb azért mi most itt ezzel a számológéppel picit úgy lerövidítve egy-egy dolgot, azért el fogunk jutni arra a pontra, hogy egy elég viszonylag jól működő számológépünk lesz. Azért fogjuk egy kicsit lerövidíteni, mert nagyon-nagyon el lehetne ezt húzni. És én adok egy-két ilyen shortcutot a streamek során, hogy egyszerűbb legyen a dolgotok. Talán egy picit úgy felpörgeti a dolog emésztését. Jó. És akkor egy ilyen shortcut lesz a token stream. Ezt gyorsan ránézünk, hogy mire is jó, meg miért is akarjuk ezt használni. Ugye olvassuk be a tokeneket, viszont ez nem jól működik most. Tehát az a probléma, hogy a bemenetünk, ahogy olvassuk, igazából nem működik jól, tehát nem úgy teszi a tokeneket, ahogy kéne. Úgy is mondhatnám, hogy nagyon mohón próbálja ezeket a tokeneket folyamatosan elkérni és feldolgozni, és azok a függvények is veszik le ezeket a tokeneket, amiknek igazából ez nem lenne a dolga. Ezért kell nekünk egy úgynevezett token stream nevű dolog, amiben vissza tudjuk tenni azokat a tokeneket, amiket nem akarunk használni. Ez lenne itt igazából a cél, hogy ezeket a műveleteket meg tudjuk csinálni. Természetesen a könyvben erről viszonylag részletesebben is szót ejt az író. Én nem azt mondom, hogy most ez feltétlenül fontos, hogy azt úgy értsétek. A lényeg az, hogy kell nekünk valami olyan struktúra, amiben ezeket a tokeneket ilyen streamként tudjuk kezelni, streamként tudjuk használni. Jó. Úgyhogy ez lenne itt most a cél. Aminek lesz, ennek a token streamnek lesz egy buffere, majd ezekbe fogjuk tenni vissza ugye azokat a tokeneket, amiket később akarunk majd használni. Illetve majd kicsit kibővítjük, hogy legyen ilyen pontos veszünk, meg egy-két ilyen plusz dolog. Jó? Hát itt fölvillantja csak tényleg a úgy nagyjából, hogy hogyan is fog kinézni ez az osztály, ez a saját típus, de ezt majd megírom most itt nektek úgy is. Jó. Egyébként a streamek egy teljesen elterjedt dolog, később sokat fogtok erről tanulni. Egyébként maga ezek az IO rendszerek mind-mind ilyen streamek. C++-nak ugye standard IO streamje, meg ilyesmi. Tehát ezek totál standardek. Jó. Sokat fogjuk ezt használni, kicsit rápillantunk arra, hogy hogyan is működnek. Nézzük, hogy mi is kell nekünk, mert akkor csináljuk meg ezt a token streamet. Jó. Na, még mielőtt viszont belevágnánk a token streambe, csak egy pár gondolat, mert múltkor kicsit ez elmaradt,
hogy ugye látjuk itt ezt a token osztályt, erről lesz egy külön fejezet, egy külön stream, hogy mik ezek az osztályok, meg hogyan is néznek ki. Nyilván itt most BevPro-on csak dióhéjban, mert azért nyilván ezt lehet a végtelenségig cizellálni. Itt most tényleg csak nagyon röviden, ugye látjuk, hogy igazából ez egy olyan típus, mert ez ugye innentől kezdve már egy user defined type lesz, aminek a segítségével úgymond tudunk egy logikai egységbe kezelni változókat és függvényeket. Jó? Ugye látjuk, hogy ennek is van egy ilyen tagja, hogy típus, meg van egy, hogy érték. Jó? Meg tudjuk határozni, hogy ez a saját típus hogyan készüljön el, illetve lehet egyéb függvényeket is definiálni így osztályon belül. Mondom, lesz egy külön stream, külön óra, külön fejezet erről, hogy ezt kirészletezzük. Most tényleg csak legyen annyi elég, hogy ez egy felhasználói típus, aminek a segítségével egy logikai csomagba tudunk kezelni dolgokat. Hogyha belegondoltok mondjuk a vektorba, a vektor is ilyen, az is egy user defined type, sőt mi azt meg is fogjuk részben írni majd a fél év második felében. Ott is ugye egyrészt ott van a vektorba az értékek, amiket a vektor tárol, illetve ott van mellette pár ilyen plusz info, hogy éppen aktuálisan hány elem van, illetve egy-két más dolog is, ami most nem olyan érdekes. Jó, hát itt is erre kell gondolni, ugye van egy tokenünk, hát egy tokennek milyen van, van egy típusa, meg van egy értéke. Jó, az, hogy itt ez a public, meg ilyesmi mit jelent, arra hamarosan kitérünk. Alapvetően a token streamet is így szeretném meg elkészíteni, tehát azt is egy osztályba szervezzük. És akkor a token streamünk is tulajdonképpen egy objektum lesz, amit mi majd tudunk használni. Vagy hát a token majd tudunk csinálni ilyen token stream objektumot, csak hogy pontosan fejezzem ki magam. Jó, na de mi kell ebbe a token streambe? Úgyhogy akkor itt, hát elmentem új néven, biztos, ami biztos. Hát ez legyen most már így, mondjuk 2.1. Ja, 0.2, csak mert hogy tovább lépünk. És akkor nézzük meg, hogy mi is kell ebbe a token streambe. Ugye, hát először is kell egy függvény, amivel el tudjuk készíteni. Erről majd később fogok beszélni. Ugye akkor kellene egy olyan függvény, amivel tudjuk beolvasni az inputot. Szerencsére ezt már megírtuk, ugye ez a getToken függvény. Ezt fogjuk majd használni itt a token streambe is, amivel majd tokeneket olvasunk be. Jó, hát ennek egyelőre legyen simán csak get a neve. Jó. És kell egy olyan metódus, amivel beszéltük, hogy egy-egy tokent vissza tudunk tenni ebbe a streambe, hogy későbbi használatra ezt el tudjuk tenni. Ez pedig a putback függvény lesz. Jó. Na most egyébként még ennek a token streamnek, ugye beszéltük, hogy legyen egy ilyen buffere, úgymond, amiben egy darab tokent bele tudunk tenni. Több nem fog kelleni, tényleg most így igazából az kell nekünk, amit így vissza akarunk tenni. Nagyjából. Tehát azt kell nekünk így eltárolni. Jó. Oké, és amint még itt érdemes, hogy jó lenne egy változó, amivel ezt nyilván tartjuk. Tehát, hogy van-e a bufferünkben valami, vagy sem. Jó, és akkor ezt ezzel a kis bullal tudjuk jelezni. Oké is. Na most, amit itt még érdemes különbséget tenni, és akkor így a láthatósági szintekről csak röviden, hogy ugye ezeknek a típusoknak lehet úgymond publikus része, meg lehet privát része. Na most a publikus rész az, amit kívülről is el tudunk érni, ezt majd meg fogjuk nézni, meg tényleg részletesen beszélünk erről. A privát rész pedig az implementáció szokott lenni. Most röviden egyelőre legyen elég, hogy fontos az, hogy szét tudjuk így választani
az adott típusnak az interfészét, tehát amin keresztül hozzáférünk, amin keresztül tudjuk módosítani, illetve legyen egy olyan rész, ami úgymond az implementációs rész, tehát ami úgymond az adott típusnak, vagy adott osztálynak a működését írja le. Fogunk még erről beszélni. Ez ilyen programozási megközelítés, ezzel úgymond a típusainkat egyszerűen és tisztán tudjuk tartani. Jó? De fogunk erről mindenképp beszélni. Oké. Na és akkor a token streaming nagyjából így néz neki. Hát ezek a függvények ugye még csak prototípusok egyelőre, tehát látjuk, hogy ezek csak deklarációk. Most meg is fogjuk írni őket. Jó? Oké. Na úgyhogy kezdjük rögtön az elején, mégpedig a token streammel. Ugye ez alapvetően az a függvény lesz, amin keresztül elkészítjük magát a streamet, tehát amivel példányosítunk egy ilyen token stream objektumot. Hát egyrészt ezt false-ra állítjuk meg nyilván a buffert üresre, mert az most egyelőre abban nem lesz semmi. Na most mi történik itt? Jó, látjuk, hogy ugye itt van az osztályunk, és ezen az osztályon kívül definiáljuk most ezt a függvényt. Fogunk majd erről is beszélni, egy deklaráció meg definíció külön-külön, hogy hogyan is néz ki, hogyan is épül föl. Ugye, hogyha egy osztályba akarunk beletenni valamit, akkor azt jelezzük, hogy az osztályon belül akarjuk definiálni. Tehát az, hogy ez a token stream függvény, ez az a token stream függvény, ami a token stream osztályon belül van. Tényleg elég legyen most csak annyi, hogy ezt a kettős vonalat jelezzük, tehát azt mondjuk, hogy ez a token stream függvény a token stream osztályon belül van. Jó? Itt pedig szépen definiáljuk. Oké, és tényleg beszéljünk majd erről. Ugyanígy kell eljárnunk a putback-kel is. Jó, tehát a putback függvénynél is ezt csináljuk. Itt is ugyanúgy jelezzük, hogy ez a token streamen belüli putback függvény. Jó. Tehát, hogy ez lesz az a függvény. Jó, és akkor így van. Írjuk is meg. Ugye itt igazából csak annyit kell csinálnunk, hogy a buffer az legyen egyenlő a t-vel. Ugye a t az, amit paraméterről adunk, ez lesz az, amit majd vissza akarunk tenni a streambe, tehát amit éppen akkor nem akarunk használni, csak vissza akarjuk tenni. Illetve azt jelezzük ezután, hogy a bufferünk megtelt, tehát hogy van a bufferben valami, bocsánat, full, nem buffer, igen, jó, tehát az, hogy a bufferünkben van most éppen egy token, amit későbbre akarunk tartani. Jó, na most, ami még itt kell, hogy legyen egy kis hiba kezelés, ugyanis akkor ne tegyünk vissza a streambe tokent, hogyha van. Tehát itt csak annyi kell, hogy ha éppen van, tehát ha a streamünk tele van, hát lépjünk ki akkor hibával. Tehát simán dobunk egy hibát, és kilépünk. Jó, rendben van. Oké, és jó, és akkor jöhet a get függvény. Hát most ezen gondolkodok, hogy igazából ezt át tudjuk írni simán. Ugye ez itt is egy tokent ad vissza. Itt akkor ez legyen simán get, de ugye a token streamnek a get függvénye. Így van, tehát a token streamnek a get függvénye. Jó. Viszont, hogyha a gettel olvasunk, akkor érdemes visszaadnunk azt, ami a bufferben van, tehát kezdjük azzal. Így van. Jó, tehát itt azt fogjuk csinálni, hogyha ha hívjuk a getet, akkor az azt jelenti, hogy kérjük a következő tokent. Jó? Tehát alapvetően ez lenne a célja. Na most nyilván
alapvetően ugyanúgy működjön, mint eddig, tehát nyilván kezdj el olvasni a műveleti jeleket, a számokat, tehát az, hogy mi következik, ugye ezt már definiáltuk múltkor, viszont annyi pluszt adjunk már a dologhoz, hogy nyilván, hogyha van éppen a bufferbe egy token, ugye itt a token streambe, már itt korábban betettünk egyet, akkor adjuk vissza azt. Jó? Tehát akkor ne kezdjünk el újat olvasni, hanem először adjuk vissza azt, ha van. Ha nincs, akkor meg nyilván elkezdünk olvasni. Jó? Oké, és tehát, hogyha van a bufferben, akkor adjuk vissza a tokent, ami a bufferben van, de az nem T, hanem buffer. Így van. Viszont mielőtt visszaadjuk, akkor a fullt állítsuk false-ra. Jó, mert nyilván ha kiürítjük a buffert, akkor jelezzük is, hogy kiürítettük. Legalábbis reményeim szerint. Jó, na akkor nézzük tovább. Ezek szerintem itt rendben vannak. Jó, hát ugye továbbra is műveleti jeleket olvasunk, számokat olvasunk. Oké, rendben van. Jó, hát szerintem a token stream egyébként ennyi. Most már nyilván csak az kell, hogy át kell alakítanunk ugye ezeket a függvényeket is, minimálisan, tehát nyilván nem nagyon, mert a get tokenünk az alapvetően rendben van, tehát az eddig rendben van. Ezeket kell most majd átalakítanunk. Ami még hátra van, hogy akkor tényleg a függvényeinket is most már igazítsuk hozzá ez a dologhoz. Ugye nyilván mondtam azt, hogy ez egy saját típus, tehát akkor kéne ebből egy példány. Tehát csináljunk egy ilyen token streamet. Tapasztalt programozók most lehet, hogy fogni fogják a fejüket, de én itt ezt megcsinálom globálisan, ezt a token stream objektumot. Nem a legjobb megoldás, nem elegáns. Ugye a globális változókra egyébként is azt szoktuk mondani, hogy csak akkor, ha nagyon muszáj. Hát, most ez egy olyan eset, hogy nagyon muszáj, úgyhogy ezt itt kint megcsinálom ezt a példányt. És szépen itt végigmegyek a függvényeken, hogy hol használjuk a get tokent. Ugyanis innentől kezdve már nekünk, ha kell egy token, azt a token streamtől kell elkérni. Tehát ettől a TS objektumtól kell elkérni, mégpedig a get függvénnyel. Jó? Ugye beszéltük azt, hogy itt a token streamben belül van nekünk ez a get függvény, és ez az, ami adja nekünk a következő tokent, vagy a bufferből, vagy a inputról olvassa a következőt. Tulajdonképpen. Jó, na nézzük, hogy hol kell még. Ugye itt is van egy. Ugye akkor ezt is átírjuk, hogy most már innen érkezzen. Jó, hát itt visszaadjuk csak az értéket. Oké, és akkor itt van nekünk a term. Ugye ezt is itt átírjuk. TSGET. Itt is átírjuk. Hát lehet, hogy egy kis copy-paste-et itt segítségül hívok, hogy jobban haladjunk. Aztán remélem, hogy hibát ezzel nem fog beletenni, de majd meglátjuk. Jó. Oké, és akkor még van az expression. Oké. Itt is kicseréljük, meg itt is. Rendben van. Na, és akkor putback-et pedig ott fogunk használni. Hogyha valami olyan tokenünk van, ami nem azzal a, ami nem annak a függvénynek a feladata. Jó, tehát nem annak a résznek a feladata. Hát ilyen például az expression, tehát hogyha nem kivonás van, vagy nem összeadás, akkor egy olyan token érkezett, ami nem, nem a mi dolgunk, úgymond. Úgyhogy ezt a tokent így akkor visszatesszük a token streambe. Jó, és azt majd a term függvény, vagy valaki más fogja
más fogja velünk, más fogja nekünk megoldani. És ugyanezt meg kell tennünk itt nyilván a termben is. Back T. És hogyha minden igaz, ugye a primary-nél már nem fog kelleni, mert ott már ugye expressionünk lesz. Jó, tehát ott már expression lesz a dolog. Ha minden igaz. De mindjárt kipróbáljuk, és akkor megnézzük, hogy működik-e. Jó, rendben van. A pici módosítás még kell a mainbe, mert ugye itt most ez máshogy fog kinézni, máshogy lesz a működése a mainnek. Ugye itt most már nem az expressionnel kell nekünk ezt csinálgatni, hanem ugye itt most már be kell vezetnünk a token streamet. Tehát az, hogy tulajdonképpen a token streamből olvassuk a tokeneket. Úgyhogy ezt itt most egy picit módosítjuk. Nyilván olvassuk a bemenetet, tehát ez tuti, tehát addig fog ez futni, amíg van bemenetünk. Tehát ez egyértelmű. Ugye kérjük az első tokent, ugye a token streamtől, az a teljes objektumunk, ez megvan, ez globálisan deklaráltuk. Hívjuk a get függvényt, tehát nézzük azt, hogy mi az első token a kifejezésünkben. És nyilván erre a tokenre majd fogjuk a kiértékelésünket csinálni. Tehát alapvetően annyit kell nekünk most tennünk. Hát, hogy csináljuk? Hát, legyen egy eredményváltozónk. Biztos, ami biztos. És ebbe tároljuk el. Ugye? Így van. És majd ezt fogjuk kiírni, amikor készen vagyunk. Hát... Így van. Csak mondjuk csinosítsuk már egy kicsit. Mondjuk ilyesmire. Talán ez így rendben lesz. Ó, közben Real Sheriff. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozást. Köszi szépen. Köszi. Jó. Rápillantok a jegyzeteimre, mert valami gyanús. Picit bővítünk még itt ezen. Mert ez olyan fura. Jónak tűnik. Kérjük a tokent, értékeljük ki, az eredményt adjuk értékül a well-nek. Jó, finomítunk, és mégpedig úgy finomítunk, hogy bevezetünk még két új dolgot. Mégpedig azt fogjuk csinálni, hogy egyrészt adunk egy olyan lehetőséget, hogy a user ki tudjon lépni, tehát ne egy rossz tokent kelljen már beírni, ahogy bad tokennel lépjen ki, hanem valamilyen olyan karaktert, mondjuk egy Q betűt. Jó? Tehát ha megnyomja a Q-t, akkor lépjen ki a program. Nagyon egyszerű. Ez az egyik. A másik pedig az lesz, hogy az egyes kifejezéseket pontos veszővel le fogjuk zárni, mégpedig azért, hogy az egyes kifejezéseket úgymond le tudjuk egymástól limitálni. Tehát fontos az, hogy tudja a programunk az, hogy a pontos vesző az a kifejezésünk vége. Jó? Ezt majd be kell vezetnünk a nyelvtanba is, erről majd fogunk szerintem beszélni szombaton, hogy nyilván itt akkor már plusz nyelvtani szabályokat kell majd bevezetnünk, de jó lenne, ha most ezt megcsinálnánk, mert akkor látnánk igazán, hogy jól működik-e a programunk. Úgyhogy akkor ezt most tegyük meg, mégpedig így simán csak ki fogjuk ifezgetni, tehát ugye nyilván olvassuk a token streamet, és szépen vesszük be a tokeneket. Na most első körben szerintem kezeljük le azt, hogyha a tokenünk az egy U betű, mert akkor egész egyszerűen csak annyit csinálunk, hogy kilépünk.
Jó, tehát kilépünk ebből a ciklusból, és kb. Így a programunk véget ér. Jó, tehát akkor már nem akarunk plusz kifejezéseket beírni, nem kell újra fölösleges köröket futni, úgymond. Jó, ezért az egyik, a másik meg akkor legyen ez a pontos vesző. Ami ugye lezárja ezt a kifejezést, vagy hát a kifejezéseket, amit írunk be, és igazából itt kéne nekünk az, hogy írja ki az eredményt. Tehát akkor ezt fölhozom ide, nem is biztos, hogy ez jó ötlet lett volna egyébként kint itt a cikluson kívül, mert hát igen, az ott nem lett volna jó, úgyhogy behozzuk ide. Jó, tehát ez itt egész egyszerűen annyi fog történni, hogyha beírok egy kifejezést, mondjuk valami ilyesmit, legalábbis ez a cél. Tehát beírom ezt a kifejezést, akkor amikor ehhez a tokenhez ér, írja ki az eredményt. Tehát ennyi itt a cél. És ezzel már tudok olyat csinálni, hogy itt tudok egymás után több kifejezést is írni, és mindegyiknek a végén ki fogja írni az eredményt. Legalábbis ezt szeretném, hogy így működjön, de mindjárt kipróbáljuk, megnézzük. Jó. Viszont, hogyha nem pontos vesző, hát ide még dobok egy új sort, csak hogy szép legyen, akkor ugye akkor jön az, hogy ugye tegyük vissza a tokenünket, mindjárt mondom, hogy miért. Tegyük vissza a tokenünket, és kezdjük el a kiértékelést. Hát ez mondjuk már ott van, ezt nem is tudom miért írom ide még egyszer. Jó. Tehát mi történik? Ugye olvasunk egy tokent. Tehát így kezdjük az egész vibe tulajdonképpen, hogy beolvasunk egy tokent, mondjuk az egyet, csak mondok valamit. Hogyha ez a token a Q, tehát mondjuk kilépünk a programból, akkor ugye a break utasítással kilépünk a while ciklusból, tehát a break utasítás ezt csinálja tulajdonképpen, hogy innentől akkor nem fog futni tovább a ciklus, hanem ugrunk egyből ide, jó, a ciklus utára. Tehát Q-ra ezt fogja csinálni, ami nekünk az fogja eredményezni, hogy a program kilép tulajdonképpen. Akkor ez az egyik. A másik az, hogyha pontos vesző a következő token, akkor az azt jelenti, hogy a kifejezésünk végére értünk. Ugye, tehát itt vagyunk. Tehát ki kell írni az eredményt. Jó? Tehát egy egyenlőségjel után írja ki az, hogy mi az eredménye a dolognak. Egyébként, ha nem pontos vesző a token, hanem valami más, mondjuk egy szám, vagy hát valószínű szám az első, mert mi más lenne, akkor pedig tegye vissza ezt a tokent, hiszen akkor ez a kifejezésünknek a része. Jó? Tehát ha Q betű vagy pontos vesző, tehát valamilyen vezérlő karakter, akkor vagy lépjen ki a programból, vagy írja ki az eredményt, viszont hogyha a matematikai kifejezés része, akkor tegye vissza, és úgy egy az egybe adja át az egészet az expressionnek, ugye itt, tehát hívjuk az expression függvényt, aki majd itt szépen fogja a kifejezésünket kiértékelni. Jó? Legalábbis ez a mesterterv. Terveim szerint. Jó. Na de hát ugye próbáljuk ki, hiszen a puding próbálja az evés. Remélem nem felejtettem ki semmit, rápillantok a jegyzeteimre. És remélem mindenhol átírtam, ahol kell. Na, lássuk akkor. Jó, na hát akkor próbáljuk már ki azt, amit odaírtam kommentbe, hogy egyáltalán működik-e. 3x9. Rögtön bet token. Oké. Okay. Nézzük meg, hogy a Q sem működik. Ez egyre misztikusabb.
Aha, most már mindenre bettokent ad. Jó, hát akkor dolgozunk rajta egy kicsit, mert akkor valami hiba van. Hát a mainünk amúgy jól néz ki. Alapvetően. Jó, akkor nézzük az expression-t. Vagy hát nézzük a tokent. Ott elvileg nem lehet gond. Mondom én. Jó, pillancsunk rá akkor a token streamre, hogy az rendben van-e. Ugye van egy konstruktor. Ez eddig oké. Okay. Jó, ott a get, putback, rendben van. Ó, megvan, megvan, hát persze. Jó, most itt eszembe. Hát nyilván, itt a tokeneknél hozzá kell adnunk a pontos veszőt is, meg a q-t is. Mert nyilván ez akkor nem fog működni. Úgyhogy akkor itt rögtön az elején ugye hozzá kell adnunk, mert fölvettünk két új tokent. Jó, tehát ez nagyon fontos, hogy ezt akkor így hozzá kell adnunk. Jó, hogy ezt is lekezelje. Mert ugye valószínű ez dobta itt a bad token kivételünket, hogy ugye nem volt benne a listába. Nézzük meg. Oké. Okay. Ez már biztató, hogy a programunk kilép. Na de nézzük meg akkor ezt a két kifejezést, hogy jó-e. 3x9, hová? Ez 28. 3x9 az 27, 1 meg 27 az 28. És látjuk, nem kilép a program, hanem várja a következőt. Na akkor írjuk be ezt. 9 per 3. 9 per 3 az 3, meg 6 az 9. Na még a végén valami történik, ugye? Jó. Oké, és hát ez egyelőre úgy néz ki, hogy működik. Írunk már be valami mást. Hát működik-e így? Hát mondjuk 3x8. Hát igen, így nem fog egyelőre működni. Jó, akkor próbáljuk meg így. 3x8 az 24, szer 6 a 144. Jó, jó, jó. És Q-val kilépünk. Oké, okay. Hát akkor még vannak apróságok, amiket majd csinálgatni kell. Egyelőre jól néz ki, én azt mondom. De majd még finomítunk ezen azért. Egy kicsit. A drilleket beszéljünk már át, hogy mit is kér. Jó? Mert az tényleg egy fontos dolog lenne. Nyilván, mert meg kell csinálnotok. Ugye az első azt mondja, hogy van egy ilyen kis bugos kód, ami az én tárolomba is fönt van. GitHubon, tehát megtaláljátok a chapter 6 per drill mappába. Tehát ott van egy ilyen bugos kalkulátor, azt kéne kijavítani. Na most csak így fölvillantom nektek, hogy viszonylag azért látható ez a dolog. Hát az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs, gyakorlatilag meg van különbség. Á, itt van, jó, akkor még nincs fönt a tárolóba. Viszont akkor meg lehet, hogy kijavítottam. Nem. Jó? Tehát ebben vannak hibák. Nyilván fordítási hibák is, meg futási hibák is. Mindjárt meg is nézzük, csak hol van ez. Jó, most csak gyorsan nézzünk már rá. Jó. Nyilván a klasszikus hibával kezd a dolog. Ez már sláger téma. Hát megnézem, hogy hol van. A kettővel kintem nem egy. Oké. Jó, ezt egyébként a könyv szerzőjének a weboldaláról is le tudjátok tölteni, ott is fönt van ez a bugos kód. Jó, és akkor így rögtön látni, hogy
Hát azért van hiba bőséggel. Jó, tehát azért nagyon sok hiba van, ezeket kéne javítgatni. Jó, amúgy nem különös, megnyitjátok Sublime-ba, itt már rögtön látni fogjátok, hogy itt valami nem oké. Jó, tehát ez azért látszik. Igazából itt írja, hogy néhány kis fordítás hiba van, meg futás közben is van pár bug, ezeket kéne javítani. Jó, hát amit megtaláltok, most én nem várom el azt, hogy tényleg tökéletesre kijavítsátok, amilyen bugokat találtok, azokat azért javítsátok. Szerintem hát az alapján, amit én írtam, az alapján meg tudjátok csinálni. Nem azt mondom, hogy egy az egybe ugyanaz. Bár még az is lehet, hogy egy az egybe ugyanaz. Hát némileg ugyanaz. Na mindegy, a lényeg, hogy ez az első feladat. Illetve amit tényleg így módosítani kell, ilyen nagyon egyszerű, hogy ezt átírni x-re, ezt átírni egyenlőségjelre, akkor kell egy kis welcome szöveg, hogy üdvözöllek ebbe a számológépbe, hát az annyi, hogy ide írtok egy Cout-ot. Igazából tényleg nem egy komplex valami. Talán ami egy kicsit nehezebb, az a bugfix, ugye abba a forráskódba, amit mutattam. De szerintem az alapján, amit itt most néztetek, meg ezt föl is teszem, ez alapján meg tudjátok csinálni. Jó? Úgyhogy tényleg, amit mondtam is így a stream közben, hogy nem várom el azt még most egyelőre, tényleg, hogy ezeket értsétek, hogy ezek mik. Erről részletesen fogunk beszélni két vagy 3 hét múlva, amikor az osztályokhoz érünk, hogy ez hogyan néz ki, token stream, mi ez a dupla kettős pont, akkor hogy mi ez a konstruktor, meg ilyesmi tagfüggvények, ezeket részletesen át fogjuk beszélni. Tényleg itt az lenne a cél, hogy lássátok, hogy hogyan fejlődik egy program, meg hogyan alakul ki, legalábbis így az elején. Aztán szombaton, meg jövő héten folytatjuk ezt tulajdonképpen, hogy nyomunk egy pici code cleanup-ot, majd megbeszéljük, hogy az mi, hogy egyrészt kiszedjük ezeket a magic konstansokat, akkor itt ez megint egy kicsit olyan komplikált, ezt kitesszük az egészet egy külön függvénybe, akkor fölveszünk egy új feature-t, tehát hozzáadunk egy új feature-t a dologhoz. Tulajdonképpen ez lesz, ami még itt a számológép kapcsán van. Hát látjátok, hogy tényleg itt olyan dolgok jönnek elő, hogy ilyen alaptervezési ötletek, meg új feature, bugfixek, javítgatások. A nyelvi dolgokra tényleg egyelőre ne nagyon foglalkozzunk, tényleg csak az alap dolgok, hogy függvények, meg ilyesmi. Mára ennyit gondoltam, úgyhogy akkor ahogy lenni szokott, én köszönöm szépen a figyelmet, és akkor várom a kérdéseket.